Nem tudom, hogy látszanak-e, de biztos nem. Ez egy elég vacak kis kamera. Ott a fák tele vannak velük. Itt kavarognak körülöttem, már mióta itt vagyok kint. Én úgy tudom, hogy ezek fegyőrigók. A Kárpátok az... De vannak bennük apró madarak is, szerintem azok hozzájuk csapódtak, verebek. Vagy ki tudja, mik azok. Lehet, hogy valami egyéb madarak. Itt kavarognak körülöttem már órák óta. Még a java még ott maradt a almafáka. Nem repült fel, de majd mindjárt ezek megint visszajönnek. Jó hangosan csivitelnek. Na mindegy. A lényeg, hogy én ezeket körülbelül egy 4-5 éve vettem észre. Én régebben soha nem találkoztam velük. És ilyenkor jelennek meg így január-februárban, ilyen tömegesen, ilyen több száz madár. És hangoskodnak, repülnek jobbra-balra, gondolom élelmet keresgélnek. Végül is a Kárpátok hát egy a 40 kilométer légvonalba innét. Az ukrajnai rész is, Kárpátalja is, meg Erdély is azért nincsen olyan messze. Hát mondjuk Erdély az Nagybánya után kezdődnek a hegyek, az olyan 50 kilométer ide. De hát az egy madárnak azért nem egy távolság. És na mindegy, állítólag ezek fenyőrigők, most nem akarnak felrepülni, tudják, hogy elővettem a kamerát, zsiványok. Egy része az előbb elrepült, azok se akarnak most visszajönni. Nem akarnak szerepelni, úgy látszik. Úgyhogy érdekes. Főleg mikor, mondom, ilyen nagy csapatba keveregnek, kavarognak. Én régebben azt hittem, hogy ilyen korán visszajöttek a seregélyek, mert amúgy nagyon hasonlítanak, meg méretben is olyasmi. A kis gúnyájuk, a tolluk is úgy hasonló színű, meg így nagy csapatba verődve mozognak, aztán valaki kijavított, hogy ezek fenyőrigók. Úgy látszik, télre ide lehúzódnak hozzánk. Na, ha felrebbennek, akkor megpróbálom még őket felvenni, de most úgy látom. Ha most kikapcsolom a kamerát, szerintem rögtön felrebbennek, vagy visszajön az előző csapat. Egyenként szivárognak arra elfelé, vagy kisebb csapatba.